Sziasztok, Ebelint 96 vagyok. Ez itt a World Painter videósorozatom második része, amiben be fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudtok egyedi fákat betenni a World Painteres pályátokra. Kezdésnek csináltam egy terepet. Egyébként ez a map majd egy elf vagy tünde városnak fog helyet adni, amit már régóta meg akartam építeni. Tudjátok, ilyen csicsás tornyokkal, lila tetővel, meg mindenféle csipi-csupi, csilli-villi hülyeséggel. Talán még valami léghajóállomás is lesz benne. Amint láthatjátok, a terep maga elkészült. Itt a vizesés mellett lesz majd a város, ilyen teraszos lesz, hidakkal összekötve. Most pedig térjünk rá a fákra. Először is a fákat meg kell építeni. Ha ezzel készen vagyunk, akkor felcsapjuk az MC-editet és kimentjük a fákat egyesével egy Schematics file-ba. Amint láthatjátok, itt vannak a fák. Először is kijelöljük a fát a kijelölő eszközzel. Ügyeljünk arra, hogy a teljes fa benne legyen, és lehetőleg a kijelölés közepén. Valamint az is fontos,
hogy a talaj ne legyen benne. Ha ezzel megvagyunk, akkor rákattintunk az export gombra, és elmentjük a fát. Nyilván olyan néven, amivel később meg tudjuk találni. Ha kimentettük a fákat, akkor menjünk vissza a World Painterbe. Itt oldalt láthatjátok ezt a plusz jelet. Rákattintatok, Add Custom Object Layer, és itt rámész arra a kis Lego kockára, ami fölött egy zöld plusz jel van. Megkeressük a korábban lementett fáknak a Schematics fájljait. Itt meg tudjuk adni a layernek a nevét. Én frappánsan beírtam azt, hogy erdő. Mivel ez egy erdő. Az egyes modelleknek külön-külön is be tudjuk állítani a tulajdonságait. Például a gyakoriságát. Ezután már lehet is festeni vele. Íme az elkészült map. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornánkra.